Mimo serca. Mi? Miło. Czekaj, czas. Azt. Mindjárt. Most tettél meg, izé, 8-szer meleg szendvicset. Mi kakó. Ugye meg mi? Tudom meg vissza. Csinálod neki. Belúgt, hogy az ajtó kezel a csája. Hallottam. Köszönöm, ami rám a szívecské. Ja, lássíts mosod. Maci fent van még? Nyomja? Persze, most reggel. Csami beteg. Mondta Maci és Dani, menjé. Menjen a pusztulat, az menjen, nem megyek. Azért sem megyek. Nem tartotta be a szavát. Jó van, akkor live-oljon abba. Szia, Terikém! Terike ott van. Mennyi ideig szokta bírni a pillán? Egy hetet se. De most azt hiszem két hetes is. Egy-kettő esett csak le, mert most nagyon ritkát kaptam, mert a saját pillám letört. Úgyhogy még most bírja nagyon. Nem, egy hetes nem. Nem, éjszakás. Itt meg a be kell majd vitázna. Hogy? Együtt lesznek fönt? Bemegy a Bita Bekéhez, akkor jó, hogy őket nézem. Még jó, hogy akkor lézárom az egészet. Ki megy be valami? Na, úgyse ismered. Ja. Csárázza magát a kutya. Hát mi? Köszönöm a jelet. Kifürdöttem, megmostam a hajamat. Köszönöm a szívecskét is. Puszika. Szeri. Köszönöm a józsákat. A rengeteg józsaszálat. Igen. Tudom, hogy kiről van szó. Már itt nagy viták mennek folyamatosan napról napra. Lóvékon, hazugságokon. Hát Daisy is. A Junior-t is. Hát a Buki folyoló? Te, a Bit. Ja. Aki de már mind benne van. Neki, köszönöm. Túl vastag a székletem, mit csináljak? Felezd meg! Felveszem a szemcsimet, mert vaksikari. Mert várjatok, van ezen nagyító is. Há, Dika. Jó a kalapot, csajé. Köszi. Kurban. Mit kensz? Nível. Ki ismeri? Folt elleni éjszakai krém. Akinek ilyen dalmata az arca, mint az enyém, akkor arra, akik ő próbálni mindent. Hogy jó, de még a forró szart nem próbáltam ki, azon kívül mindent. Na itt a Dani, most adok a száj. Rozika! Bírsz a faszoddal, Danikám! Mi van? Tudod, az mit nem tartottál be? Mi van megint az arcodon? Mit csinálsz? Rá Jani? Van, kerél van, ne tereljé! De vár, figyú. Nagy aljas gecó vagy!
Várjál, már mondd már, hogy én mivel jövök neked, mert mindenki aha. azt írt a kommentbe. Mondd már, hogy én így jövök. Ja, jó, van akkor, Robi. Nem igaz, na tedd a szívedre, vagy a faszodra a kezedet, hogy melyikben hisz ő jobba. Hát csalódtam benned. Hát de mikor? Én annyit mondtam neked, hogy én szeretném neked beküldeni az első nagy ajándékodat egyszer. Ki hova küldi? Hát is az azt jelenti, színe. Amikor a Rozália így indul, hogy Danika, ma kell. Ja, akkor várjak egy évet, meg nem az rúvócó, megdicsértem az egyik ajándékodat, és azt mondtad, hogy ha live-ozó, ugyanaz be fogom neked lőni. Na, mi volt az? Na. Na, ha már azt se tudod, akkor... Na, mi volt az? Azt mondtam... De nem meg... is emlékszem, hogy az arcát! Rozália! Első kérdésem, engedd meg! Mit szexiskedt amúgy itt nekünk? Első kérdés. Te, hagyjad már a faszodat, azt mondjad, amiről szó van. Na mondjad, na, kezd el, hogy mi volt az az ajándék? Én mi már nem mondom, ha nem emlékszel rá, aljas, vagy azt hiszed, hogy tüzér volt, vagy kutya volt. Mi volt? Ilyen faszé, kaptál már anonimermumot? Még röpült is az acskójába. Sziasztok. Ide figyelj. Úgy gondolod, hogy én tartozok neked valamivel? Persze. Hát, ha ígérted, mit mondjál, már mióta ezt mondja ország világ előtt, hogy még nem adtad meg a tartozást. Rozália lejárató kampány. De voltam ez ügybe. Ellenem, hogy én tartozom. Én már végrehajtónál följelentettelek. Várjál már, úgy szólt az egész, hogyha, mert amúgy igen, azt beszéltük az univerzumot, amikor kocsiban voltál, vagy hol voltál, kocsiban, nem? Milyen kocsiban? Itt ültem, milyen kocsiban? Ez kocsinek közika? Ugyanebben a pozíció, csak itt valami... Itt ültem! Ja, jó. Azt hiszed, ez Ferrari? Na figyelj, szóval a lényege nem változtat. A lényege nem változott semmi, mi volt az ajándék. Nem tudom, hogy univerzum. Nem a bálna volt, a bálna. Nem a bálna volt, én még olyat nem is láttam. Tudja, jó, a huncut azért van ilyen bajúsza. Ezt küszöm, hogy nem tudom. Most tényleg... Én sem emlékszem, ne félj! Tényleg nem emlékszem, mi volt az? Tisztel utas, Matyi, nem emlékszem. Várjál már, mit nem kaptál még, Rozikám? Kóbaszt! Hagyjad már! Keressél rá! Hallod, Rozi? Szólalj meg, mi az, amit nem kaptál meg? Mindent megteszek azért, hogy boldog legyél, Rozikám. Meghalok, ha ez tényleg az Irén. Van ott másik, vegyék. Nem hal. Halljak meg itt az Irénke. Szia, nem szabjam, de mi van veled, babám? Jó vagyok, köszönöm, drágám. Meg is ismerlek, babám. Hát, persze, hogy megismerlek titeket. Na akkor mondd el, hogy most honnan ismersz meg, de tedd a szívedre a kezedet, ne hazudjál. Szívembe teszem a kedvemet, akkor, amikor kigúnyoltál, amikor mindenféle, amikor felvetted a videót, úgyhogy kedvesen. De várjál, drágám, én utána bocsánatot kértem tőled? Igen. Azt nem tudom. Nem de rossz volt, drága Magdikám. Nem hívtalak föl. Magdikám, mert... Irén, nem hívtalak föl. De külbe vetted a dalt. De ott igen, azt végig felvettem azt a jelenetet. Másnap fölhívtalak? De ne hazudjál. Nem hívtalak föl. Rozi! Miért nem hívtad föl? De itt a lehetőség, mondd el neki, hogy ne haragudjon. Azt hazudtad, hogy én meg akartalak ölni az erdőbe. Úgy volt, vagy nem? Ezt te kijelentötted? Mert nekem rengetegen ezt mondták.
Igen, ki? Egy lány mondta ezt, nem mondom, hogy ki. Ő jelzett nekem, a jóisten áldja meg őt, tehát, hogy még élek. Ja. De drága arany Magdikám, én roma vagyok. Jó szöntelem, de még most is azt mondott, hogy azt akartam vele csinálni. De nem volt igaz, hogy ezt nem akarta Rózsi csinálni, se én, se a Rózsi. Nem volt tőle cív kicsiki, mert én szeretlek, tisztelek. Hát mi szeretünk? Nagyon. Mi szeretünk hülyésködni? Mit mondtam, ahol először ott ülök? A kritikát, macerást, értenik ő. És aki letőtte a picsáját, mindent arra nem haragudtál, még osztottad. Szerettem a macikát, hallod? Na, fogadjuk Irénke. El a párban. Én csak annyit hallottam, hogy nyilván megírtam, hogy mit akartatok velem tervezni. Nem, mielőtt behívtak téged, elmondták, hogy téged szeretnek. Nem akartunk tervezni, még elcsalni, és azt mondtam, klipforgatás. Klipforgatásról volt szó. De akkor hallgassatok meg. Hát meghallgatla. Fogadd el a párbajt. Hallgassatok meg, mert igen, nem jó. Nem fogja, na. Nem akarja elfogadni. Én nagyon szeretlek téged, Irénke. Nagyon. Tudok mondani, hogy velem van. Az Isten velem. Én párbajt te... De szeretem, én ne küldjétek a párbajt, mert nem fogadja el. Nem akar párbajt. Nem lehet érteni, hogy mit mond. Nem. Tegyem a szívét. Hallasz, Irénke? Gyógyszerre iszik? Igen, igen. De mi baj van, Irén? Mi nem akartunk bántani igen, soha. Igen, hallgatok, Magdikám, legyen veletek a Jézus. Én nem tudom elbetni, drága Ilonám, mert nem tudom elbetni, Ilonám, mert sértő volt. Mindenki az a volt, Ilonám. Mindenki az abot, de nem baj. Irénke az örök gyereket. Hallá nyertem! Répbe éltem, és Jézus fel. Hála jó Istennek, hogy lépbe éltél. Azt szerintem pont az én lájvomtó. De nem én miattam szenvedtél, mert te már ezt állítod. Mi állított Esztet? Piszkáltál a kintényeket? Nem baj, volt rá, ez az egy live, azt abból mi lőtt? Semmi. Bemondtad a címöd, minden mai napig tudom, akkor nem elmentem volna, esik én, hogy csaljalak. Nem úgy kell kilépni. Hagyjad Rózsiát, nem is hall, be van gyógyszerozva, azt mondjam. Hogy házigazda. Drágám, azt mondtátok, jöttek értem, nem jöttetek. Hogy menjek érte? Be vagyok gyógyszerezve, mitől kedvesem? Mitől? Itt azt írják. Azt mondják mitől? Itt, ne, hogy azért be vagy őszinte vagyok. Azért, mert szemetekbe merem mondani. De mivel vagy őszinte? Hát mondjad a szemünkbe. Várjál, elmondom, mit ittam. Gyógyszerre ittál. Várjál, elmondom, mit ittam. Vodkát ittam, rojál vodkát de jól tetted. Serit ittam, bolt ittam. Rolt tett egészségedre. Mutasd a gyerekek, én beteg vagyok. Cukor, ízület, vérnyomás. Nem úgy látszik, hogy nagy naszváló vagy. Nem, hogy keverszél, fődik. Pedig fődik, keverse. Hát már komak, mondom. Ez rossz. Ti? Itt vagy, Irény. Itt vagy, Irény. Nem tudjál, hogy a buli. Nem tudjál, Irény, hogy a buli. Irény, vagy, nyavajásom. Itt vagy, Irény! Itt vagy, Irény! Okay. Ah, infúziót szoktál fölvenni a föllépésökkor? Vagy mit ű vagy olyankor kicsattamva? Info, info! Tiko, Maci, Maci, Maci! Maci, itt nincs hang. Mik a Maci? Maci lekever, Irén. Nincs hang, Irén. Hallod, Irén? Már nem, csak akkor tudsz kilépni, hogyha elfogadod a játékot amúgy, esküszöm utána. Mi az, papa?
Hogy néz ki, gyerekek, ezt kifotózom most jogjában. Hát ő nem ezt mi van, Liré? Hát mi a faszre? Tiszta horror, horror. Le vagy fagyva, Liré! Szia, Liré! És tudni közben így mutogatja. Liré, így mutasd már maga Lacinak! Hogy jön neki? Én a Laci mély rajongok. Akkor is megmondtam, hogy a Laci az enyém. Szerintem kikapcsolt. Lövöd már el a Laciát. Nem kell lesz a Lacinak. Nem. De most ő kilépül. Kikapcsolt a telefon. De miért akart begyűnni? Rózsinak, hogy kiossza a régi dolgokról. De miért jossz ki? Halljak meg, ha nem egy igazi bánat pusztulat. Mennyit hazudik, nem fölhívtuk utána? Még ki akartam csalni, mögölni. Mirű volt szó, hogy klipforgatás, mely napig fönn van a Bari Family oldalon. Egy igazi bánat kene. De majd mindjárt ez osztanak ki a cápakot. Halljak meg, négy öt soron nől neki fog. Itt a Dorina, inkább többet ér. Szia, babám! Hát ti hol vagytok? Sziasztok! Hol vagytok? Hára. Nem! Hát hol? Együtt van a csapat! Együtt, együtt. Hát hol vagytok? Kikapcsolódás. Itt van nálunk. Tényleg? Aha. Na, de jó! Dik, ott van a gyermos is, hát láttalak ma, hogy csináltatok videót. De jó volt! Igen, csak most ugye elmentek a legény búcsúra, majd holnap lesz az esküvő. Dik, hát ja, ti nem mentetek az esküvőre. Holnap esküdsz a galambossa. Bizony. Gyenge! Na, hogy a faszotokból két szívet csináljatok. Nem semmi. Drágám. Azt nem hittem ők, hát szégyődde a faszodat. Hát ez hirtelen jött. Hát nem érdekel, hogy hirtelen gyűjt, már régóta ismerjük egymást. Hát igen, igen, drágám, de hát most ez hirtelen. Akkor? Azt mondta, hogy nem bír magával, szóval muszáj volt. Mindjárt. Ja, aztán állsz éjszaka, mikor lesz, én arra nem akarok tudom, ki vannak öltözve, ő is, meg a galambos. Bizony. Megadták megvan, a módját. Megvan az estei ruha. Meg mindenhez külön ruha lesz. A tánc az mindenhez. Mutasd már az esküvői ruhádat, fehér? Nem fehér, drága. Tűzpiros. Jaj, mint a tűz. Az a jó, az a tűzes. A tűz. Na jó, van, nyomjuk így egy pár baj. Tudom, hogy a Dorina szabrával ver mindannyiunkat, de jó van, igen. Nyomjátok, gyerekek már. Vagyunk, mutassuk meg, jó? Mikor kacsintunk a Norinával, akkor nyomjátok. De hát a Norina az már 1000 fölött van. Já, 2000. Kilővi neköd ennyire nyúljak a torkába. Ja. Galambos, a drágám. Ja. A galambos. Várjál, galambos, először engem ismertél, rohagyjál, mert nem megkúrítam a szádat, galambos. Hát, galambos, nekem is nyomjál egy kicsit. Galambos, hát, a szádat előbözöm. De hát nekem... Szóljál már a galambosnak, hogy ki előtt érgyött, kinek vallott szerelmet, azt mit csináltam a szájába, azt most meg téged veszek. Ennyi. Dani, figyelj csak. Nem megy ez a számlámra. Másodpercben nem hallom. Donnal, aki még küldi. Kit tiltottak már? Mi van? Dani. Dani. Mire föl? Ezt a Dani mindig tiltsák. Várjál, mert mondták valamire, figyeljek. Mire figyeljek? Mert letiltanak miattad. De mit csinált? Nem fognak elmenni, ne izgulj. Nagyon gyorsan. Mit csináltál, Dani? Nem tudom, nem tudom. Mit csinál valami? A sapkában vagyok, az a baj, srácok, aki nekem dobjon létszer. Hú, de sok rózsa kell, 31 embertől rózsa, és csak 10 van meg. Köszönöm, gyerekek, én vagyok a legalja. Én vagyok a legalja. Semmit nem nyomtok, nem hiszem el. Van, ez van, ügyesek vagytok. Na nézd, da. A gyögyétől meg a Dorinának a féleszalát. Igen, kell az esküvőre a pénz, drágám. Merít már! Mennyire?
Amit összeszerző, azt möglődd át a nényének, de én is gratulálok. Hetedét országra való, lagzi lesz. Grandik a izé, hogy hívják a... Norina. Köszönöm szépen, én kaptam. Mónika, szia Mónika, te is itt van. De miért? De jó neki. Máté! Aha, segítsetek a Máténak. Csapatmunka. Én esküszöm, nem tudom, hogy ki kapja. Ez mind a Norinak kapja. Vivo! Ez az is de nekem 500 van, csak. Ez csúnya lenne. Figyeljetek, amit adok, jó fasértot. Csapatmunka. Köszönöm. Imádom. Nyomjátok, drágáim, nekem ennek is. Ennek a Zorinának is küldetek, már én is itt vagyok. Srácok, még a sokkát megköltögyek. Rozikáma, meg szeretnénk nyerni ezt a meccset, úgyhogy csapatunkába fogunk összepróbálni. Gyerekek, dupla nélkül ezt megcsinálják. De mi? Sokat beszélték, ami van. Dorinát, úgy eltök már át egy jó páron. Te szót hát ide, ezt meg szó dinámat. De mondd be a nevemet, Dorina, ne aljaskodjál. Rózsika? Nem, mi más nevet mondó? Kamaftu. Zika, azt régen letiltották, Kamaftu. Akkor hogy hívtak? Akkor hogy hívnak, tudod? Na nézd meg! Bari Rozi 6. Na, mit kell mondani? Hát én honnan tudjam? Jobban tudom, bárki, kövessenek be, mert új csatornán van, megcsavarom a faszodat. Meg a Bari Rozit. Rozim, ti merre laktok? Kecskemét mellett, Pest megye. Na jó, messze van az is. Én nyugodtan, drágám. Mert te hol laksz? Mire Nyíregyháza. Aha. Nincs is messze. Kérdeztem össze, de azt mondtad, nem kő. Minden messze van Nyíregyháza? Zoli, 500 kilométer. 200 kilométer. Van, hát Pestől 260 kilométer. Én annyit utaztam. Én mindegy. Nem 10 kilométerrel még arrébb. Barátoknál nincsen ilyen, hogy messze. Igaz. Nyomját! Mi az a szó? Hallod, nyomjátok, aztán a 600-nál járok. Már Rózsinál 1400. Nem értem. Irén hova ment? Köszönöm szépen. Ide alá, mi most csáráz, éppen. Irén, olyan foga van, hogy többsoros, mint a cápájé. Megmutatom neki, igazi fogai vannak. Döngefain. Szerintem tudom. Jó, szegény. Máté, köszönjük. Tudja, hogy behott keréva, mert nagyon fura volt. Betötte azt a sok gyógyszert, amit jó, mutatom. Nyugtatja magát, aha, szerintem. Nyugtatom. Most még mondtam neki, hogy beszedted a gyógyszert, azt mondja, én nem. Utána mutattam, hogy beszedted. A rohadás. Halljak meg, ha nem jobban hajlékony, mint én. Meg egészségesebb, mint én. Ő tényleg beteg. De ő nem adja elő, hanem mentálisan ő. Így beteg. Igen, mentálisan. Agyilag. Ha nem lenne agyilag beteg, esküszöm, amúgy nagyon ügyes lenne, mert esküszöm, jobb zenéket csinál, mint bárki amúgy. Adjad már a rohadás, húcsuk, geci az. Szarjam teli a hagyszájra. Támogassanak, meg odafigyeljenek. Nem jó sérülete. Nyomjátok, srácok, tap. Úgy nem jó sikutatok, oda vagy miért egész, a tanulod a személyi, bolongeci. Nem hallom ám, mert mindenki beszél. Ha látod, mind beszél a fazba. Nagyon. Köszönöm, Máté. Mert hogy? Doncsi, köszi. Én nem is vagyok itt amúgy, gyerekek. Úgy csináltok, mint aki nincs itt. Aki nincs itt. Nem. Kincs, ami nincs. Itt vagyok, vagy nem vagyok. Kincs, ami nincs. Na, jó. Na, ezt lejátszunk. Te vagy az irény helyett. Hova mész? Hova mész, már te sem bírsz magaddal? Lejátszod, osz mész?
az uram, aztán főzni kell neki, meg takarítani. Nagyföld már még főzőt neki rendeltek. Nincs mit tenni, ez van. Halljak meg úr egy maga galambot. Most nyomjátok, gyerekek, dupla van. Vötfő videóba. Küldöm neked mindenképp videóba. Oké, okay, mindenképpen. Rózsa. Megvagyunk, srác, mindjárt. Nyomjátok, gyerekek. Most akkor hagyd kérdezzem már meg Dorina, melyik öltök lesz tangába? Rózsinak, srácok, Rózsinak. Még Dorina, az Norina. Mind a ketten? Nem Dorina, Norina. Melyik öltök lesz tangába? Mind a ketten tangába leszünk, ha tudni szeretnék. Hát, miért néha már uniósan élnek? Hát tényleg, még ilyen uniósok a... Köszönöm. Unikám, köszönöm. Buzi, köszönöm, Gyuri, köszönöm szépen. Szerettem amúgy. Vivo, köszönöm. Mentek strandra is? Megy. Tehát, megy még a dupla. Mennek az uszodába. Betty! Köszönöm, Dika Móni. Köszönöm. Jó, szeretem. Köszönöm, Mónikám. Brigi, köszönöm szépen. Én esküszöm, nem látok semmit, hogy nekem küldenek, vagy nem. Zsuzsi, nem is mutassa. Na, pedig, de még kivegykétjék küldenek. Meg lófasz, se igaz, Maci? Ezek nagyon erősek, ezek itt alul, mind a kettő. Ti vagytok alul, mi felül vagyunk. Mi vagyunk fölül, nem baj? Mindenkinek más mutat a kamera, srácok. Ja. Csajok. Nem srácok. Csajok. Hápés csajok, hiszt is picsák vagyunk. Köszönöm, Gina, köszönöm szépen, Betikem, köszönöm. Dika, Gina, ne oda küldjed a virágkoszorút ide. Szia, Timi, ciao. Fiúknak nem is való virágkoszorú. Hát, azért mondom, a csajoknak 18 srácok, 18. Meg a korona is, koronát szeretnék. De ez az utolsó becsem, srácok, aztán lépek. Nyomjuk meg a végére, figyeljük. A végére figyeljetek, az ajtók zárodnak. Szűr van belőle. Bele volt sűrtület. Pekhetszlő, unalom az egész. Köszönöm szépen az ajándékot. Köszönöm a fel. Köszönöm. Én sem tudom, hogy mit kapok, meg nem is látom. Köszönöm! Jó, hogy valaki küldött nekem egy sok-sok ajándékot. Köszönöm. Csak én nem látom amúgy, csak a számokat. Nagyon érdekes vagy. Hogy emelkedik. Köszönöm szépen. Most jöttek meg az én haverjaim. Ja, igen, megjöttek. Jöttek meg nálad. A Borgit szívem. Megjöttek a fiúk, a budapesti fiúk. Ajajajajajajajajaj. Szia, Danit is szeretik ám nagyon. Hát, hogy a ittene. Itt vannak már a pesti csibészek is. Ja, a nyolc kerből itt vannak a nyolc keresek. Nézzem, hogy itt van a lábam, ne? Megjöttek a csibészek. Csibész. Na, köszönöm a játékot. Gyönyörű. Mi is köszönjük, én is lépek. Jó van, ne kínyeskedjé, köszönöd a játékot. Nagyon szépen köszönöm én is a sok-sok ajándékokat. Gyerekek, holnap folyt szép köv. Szép estét! Sziasztok! Gyerekek, szép estét! Magad. Irénkét hívjam be. Hát látom, nem tudok vele beszélni. Hívd már, de nem jutok szót, mert ez is annyira üvölt ez a Rozi, meg te is. Na, itt vagyok. Ne, hogy hívjam be az Irént, meg nem akar játszani se. Na, te az előbb itt jelezte, hogy élőbe van, küldte a meghívót neked. Tényleg? Hát akkor vedd be te, mert én nálam nem mutassa. De nem olyan meghívót küldött, hanem csak, hogy live-ozik. Ja, hogy megosztotta alapból a annyit csinál, mondd hát meg. Hát szóljatok neki, hogy jöjjön vissza, nagy aljas geci, beszél össze-vissza. Halljak meg, ha nem leutazok hozzá, tudom a címét, mindent, Iskola utca, geci, Pilis Csécs. Hallod, lehet, hogy most jól. Még kiadta a gágyit, kiadta, Rozi kiadta a nőt.
Hiatta, menjetek! Szakítsátok fel az orrá! De nem tudom, miért nem lehet megkívülni. 633-an nézik. Milyen gusztustalan volt? Az volt hát nagy rohadás! Fúj, gyerekek, az kemény volt. Hogy lehet ilyen mocsadék, geci? Ja. Akik szartak neki telefondobozba, meg lehúzták a picsájukat, még azon nevetőt meg osztogatta, én rám meg kitalál ilyenöke. Még meg akartam ölni, az klipforgatás, meg zenérű volt, szóval, hogy a jó Isten pusztítsa el, már ezt mondom. De még azt mondta, hogy áldja meg a jó Isten. De ti most hát mit mondtam? Like. Csak szépet mondtam, meg mit mondtam neki, mikor utána fölhívtam, hogy ahol leleső, ott kezd fő, annál nagyobb sikeröd lesz, hogy ezt játszottam el veled. Azt még úgy is lött. Úgy is lött. Hányan osztották meg minden. Bánat, geci. Ne idegeskedjél, szívem, hát azt kell még itt izért. Hát csak rosszul esett, hány éve volt már ez, azt még mindig ezt állítsa, mocsadék. Na, hogy ő neki fölnyitotta valaki a szömit, hogy az erdőben ott meg akarta ölni. No? Nem mondja ilyeneket, mert rendes elmondta az utca címit, mindent mentem én le hozzá, ez hány éve volt ez? Úgy rúgnám picsán ott, ahogy akarnám, bármikor lemöhetnék. De szerettem a Rozi még amúgy ma vagányban van, tudod, ő már... Tomázi Natihoz akartam bemenni, de elutasított. Na ne idegeskedjél, Rozi már, na! Mit idegeskedsz? Ne idegeskedjél már, tök jó kedvet. Tök jó kedvet. Ha mekkora hírt csinált, már akkor is ebbű, most meg fogas, geci. Hallja meg a kabátaimat, elbírná a foga. Ja. Na. Tényleg a hajjal. Most nem én, hogy egy rossz májú geci ez. Tudja magát, izé. Sajnáltatni a gyógyszerokkal, az ödémával, ahogy meg zenét írtak neki. Most úgy lányba. Táncol, hogy a Michael Jackson nem táncolt úgy le egy koncertöt, mint ő, meg se fulladt semmi baja. Tudna táncolni két napot. Milyen beteg ez? Hallod, most menj be hozzá live-ba. Azt mondja, hogy titeket szíd, azt írják. Gondoltam. De mondjuk mit témája lenne egy embernek, aki gyógyszerre iszik? Hát bolond, hát én szeretem azt mégis szít. Akkor most mi van vele? Tiszta diló. Hát ilyen egy rossz májú geci. Nem tud miről beszélni. 6 éves most dologról beszél, miről beszélni. Amikor azt is vissza lehet nézni, azt egy szóval sem volt olyan, hogy meggyilkolás, vagy ilyen zenérű, vagy karrierű volt. És fölhívtam utána, és letagadja. És letagadja. Most nem lehet behívni. Ő is letagadja a rossz büdös geci. Letagadja. Jöjjön valaki negyediknek, akartok játszadozni velünk, testvérpáros? De szerettem. Nem is meg. Látom az Irénkét. Igazságot letagadjátok. Mi nem tagadjuk le, mert ott van fent a videó a Bari Family YouTube-on, vissza lehet nézni a gyirénkés live. Vissza lehet nézni, mert nem lett törölve, hogy mit mondtam neki, csak arról nem lett videó, hogy utána felhívtam, és elmondtam, hogy hülyeségnek szántam az egészet, ne haragudjon, de ő is indítson egy olyan live-ot, hogy visszavonja azt, hogy ő mit állított, de ő nem indított ilyet, mert egy gyajas pusztulat. Mika Gyuri. Ja, letiltott volna minket, ha nem látom. Hát akkor... Pedig mi csak jót akartunk, vicceltünk vele, úgyhogy nem értem, mi ez a nagy hőháborodása. És esküszöm nektek, hogy azóta lett nézettebb, hogy velem live-ozott, mert ő még akkor a kutya fasza alatt volt. Én felhívtam, úgyhogy live-ba voltam. Mondjátok, és azóta nézte mindenki, hogy ő Danót, és úgy lett sikeres is, hogy valaki felfedezte, pont az a live után indult be neki nem sokára. Letiltott. Pontosan. És ezt nekem köszönheti, hogy nézték, hogy Danót, mert addig nem látta senki, és még az én live-omban nem volt a hangja. Hát de nem, nincs is hangja.
Hajnod azt mondja, hogy alja embereket, hát soha nem azért, de nem azért kapták meg, a bolond, jó hangja van. Ő az aljas, hát hogy mondhat ilyet ránk, akkor nem bántottunk, csak viccelődtünk vele. Persze, persze, hát nem azért hívják meg. Én is szerepeltem, de én nem vállaltam semmit se, és ezért bukta Vári volt. De érted, nem azért hívják mindenhol, azért, mert kinevetik az emberek. Azért, hát. Hát engem is akartak, én nem vállaltam rögtön, mi voltam, csak egy reklám. Azt állítja, hogy Rozi megfenyegette, hogy megöli, fel fogja jelenteni. Hát, hogyha meg akar valakit ölni, akkor megöli. Na, tiszta, nem normális. Hát ilyen az a gyógyszer, ilyen gyógyszeros. Na, pusztulati életben nem mondtam ilyet, soha. Köszönöm, István. Hát megnézném amúgy, hogy miket beszél. Valaki ki tudja videózni, hogy miket mond rólunk? Át tudja majd küldeni? Videózzátok már, kis srácok, küldjétek át Macinak, vagy Rozinak, vagy nekem, azt akkor én elküldöm nekik. Azt mondják, hogy embereket nem enged be. Mégis nála voltak inna tévések minden, hogy tartsa fogva a kutyákat, meg lehúztak sorbatba. Nem eteti őket. Azt akkor még ő neki van magas szintje, az csak ülszi, külfúvódik, pé van kutyája, láncva verve a szemétbe, meg nem is övön. Akartok játszani, Maci? Beírjam a testvéremet? Hívd be! Hallod, azt írják, hogy bocsánatot akar kérni tőled. Hát most már ne kérjen bocsánatot. Mi akkor miért jöjjön bocsánatot? Be, de kérjen, mert ezt évek óta ezt csinálja. És ezért esküszöm, hogy leutazok hozzá, mert nem fogom annyiba hagyni, hogy ilyen mocsok, mert soha nem voltam senkivel mocsok, csak azzal, aki úgy beszél velem. És azt sem fenyegettem soha életbe, senkit sem, nem az a fajta vagyok. Ha én valamit akarok, én oda még azt megkeresem. Hallod, mit mondanak? Te idegesítetted a like-ba, Dani idegesítette a like-ba. A Dani. Én mikor megkérdeztem azt, hogy honnan ismer, azt vártam ezt, hogy mondja. Én idegesítettem, Rozi, én idegesítettem. Meg se szólaltam, bazd meg. Kit érdekel? Azért már megkérdeztem, hogy gyógyszerre iszik, vagy mit csinál? Azt írják, hogy idegesítette az a csávó az émet ki. Biztos féltékeny volt a csávója megint. Ez meghal a féltékenység, vagy csávó. Na, jön be az irén, vagy behívom a kobátyát. Írjatok neki, hogy jöjjön be, hát ha visszajön. Írjatok neki, hogy jöjjön be. Na, jöjjön be. Jöjjön be, és megbeszéljük. Négy szent közt. Nem enged be senkit, de nagy rajnő. Nagy rajnő. Csak jó emberekkel. Akkor menjen, akkor csinálja a dolgát, játssza a szerepét. Hát most mit? Most jó emberekkel foglalkozik, léggetik a haját. Kell nektek, hogy begyógyszerezzetek. Kodrászok, most felveszik tőle a sok pénzt. Leégetik a haját. Tönkreteszik a csórónak a haját. Mint kineveti a kis minköli mög, villamög, köröm. Nem szeretetbű fogadja egy se. Azt mondja, szerintem kell lesz neki, Dani. Gyögyön felverem neki. Jó van, akkor hagyjátok, nem jön be. Nem mondjam. Kell. Dika Gyuri. Jó estét, sziasztok. Dika Gyuri. Szia. Na, figyelj. Rozi bemérte, ja! Néztem, hogy tényleg, nem hogy hasonlítotok. Tényleg. Igyekszik, a sapka sokat dob rajta. A sapka. Csak tudod mi? Erősebb a szőrzeted. Így van, nem csak a szőrzet. A szemöldököd is mindenhol. Édes tesó. Törökös, jó erő. Zsüzsi kicsit zsádzsósabb. Igen, szóval ő Kovács. Mutatkozz már be, Gyuri, a csajoknak. Sziasztok, Kovács Dér vagyok, 28 éves, Budapesten élek. Mondja, Gyuri, én vagyok Gyuri a hegyről, ki beveri egyből. Az biztos, hallod? De ne érj! No, be neki, Gyuri! Nem. Na gyertek! Nem, Macika veled akar lenni, úgy látom, akkor várjál. De cserélgetjük. Cserélgetjük. Jó erők vagyunk, mindig cserélgetjük a Danival a csajokat. Ja, hát most már nem, régebben volt ilyen. Fasák vagytok akkor. Zsigolóba nyomjuk, zsigolóba. Élesbe is szoktátok? Én szerintbe nyomom. Hely, az az igazi testvériség, Dilin. Volt már olyan. Nyomjátok, gyerekek.
Itt az asszony mellett, hogy nem mondhatok. Bartomi, szeme zamaz! És ti, hogy, és ti csalók, mennyi idősek vagytok? Hol éltek? Nagykörösi vagyok, három mennyi családos legyen? Anyuka, 38 éves. Köszönöm. Na, micsoda, a 25-nél többet nem mondtam volna, Rozi. Adjad már! Macikára mit mondasz? Macikára mit mondasz, Gyuri? Macika, bombázó. Nehéz bombázó. Nehéz bombázó, én vagyok a nehéz súlyú. Nem, mind a ketten gyönyörűek vagytok, és kedvesek. Köszönjük, nem ismeredő, még nem ismeredő. Mert fiatal zsengék vagytok, akkor a borsó? Inkecske is megnyalja a sót, nem? Na most szóljon szá. Hát most erre mit tudok mondani? Mi volt az Irén? Most én néztem, mi volt ebből az Irénnel? Nem fogta. Itt most azt mondja... Halljátok, mit mondott? Hangosan beszéltem direkt, hogy ne halljuk a hangját. Mit csináltam? Inkább hallgattam, hogy mit mond, le voltam dömbenve. Hagyjuk az egészet. Nem lehetett érteni, hogy mit mond. Így van. Így van. Egyáltalán nem értettem. Esküszöm. Be vagy gyógyszerezve szerint? Be. Mindjárt olyat mondok a torkára, hogy többet nem énekel. Bánja pusztulat. A saját ura szokta mondani, hogy hagyja abba, ne erőtesse. Halad, ezért. Rozi, hagyj edzeteljek, jó? Az átkokat. Napsi!